Tisztelt hallgatóság! A Füzéri Bár Archeobotanikai Leleteit szeretném bemutatni önöknek. Elsősorban szólnék néhány szót az archeobotanika feladatköréről és a tudományok rendszerében elfoglalt helyéről. Ez az ásatásokból származó növényi maradványokkal foglalkozó tudomány, a botanikai résztudománya, amely elsősorban az emberi tevékenység hatására a talajba került növényi maradványokat tanulmányozza. Valójában makroleletanalízisről van szó, vagyis a növényi magvak és termések elemzéséről. A növényeletek segítségével következtetni tudunk az egykori kultúrák növénytani ismereteire, táplálkozási szokásaira, gazdálkodására és környezetére. Az archeobotanika alkalmas az írott források alátámasztására, mint ahogy ezt a későbbiekben be is fogom mutatni önöknek. A lelőhelyről egy rövid bemutatás, a Füzéri Bár Füzérközségben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Feltehetően a 13. században épült, az első ismert tulajdonosa Kompoltnak Béri Bak Androikus mester. A várat 1676-ban saját őrsége felégette. A Füzéri Bár egy vulkanikus hegykú, riolitos andezitből épült föl. Itt található a kárpáti és a pannonflóra vegetációs öv találkozása. Ezen kívül maga a várhegy fokozottan védett terület. És akkor a kút következik. A kútnak a teljes mélysége 25-26 méter, itt látható a hosszmetszete. Az ásatási naplók tanúsága szerint a rétegváltásra egy 22-23 méter mélységben került sor. A másik képen pedig a kút keresztmetszete található. A kút külkője négyszögletes alaprajzú, 2x2 méter. A kút betöltése fekete iszapos, igen köves, az utolsó 3-4 méter pedig már inkább csak finom iszapos volt. Az általunk feldolgozott iszap minta innen a rétegváltás mélységéből került ki. A kút feltárását 2002-ben Simon Zoltán kezdte meg, majd a Herman Otto Múzeum vezette stáb fejezte be alpintechnikai segítséggel 2012-13 folyamán. És még a kútról fölül is alul nézett a képét. Vár pusztulásakor a kútba került többek között a csörgőszerkezet, kútvödre, körülbelül 30 literes, ezen kívül egy reneszánsz ablakkeret és egy gazdasági szer ablakkerete, az ámbitus és a tetőszerkezet elemei, 2-3 döncigoldó és rengeteg kő. Az, hogy ezt bedobálták a kútba, valószínűleg az volt a céljuk vele, hogy a későbbi vízvételi lehetőséget megszüntessék. Az előkerült születlenyag vegyes, a korábbi az Árpád kortól egészen a késő középkorig terjed. A várkútból mi két darab iszapmintát kaptunk, ez az egyik iszapolás előtt 8,2, a másik pedig 6 kg volt. Ezután megtörtént az iszapolás és a szitálás, fél milliméter métermérőjű szitán folyóvízzel lett átszitálva a minta, majd ezt kiszállították, én ekkor kapcsolódtam be a munkálatokba, és binokuláris sztereomikroszkóp alapcsipeszek és ecsetek segítségével kiválogattam a magvakat és a növényi maradványokat. Az előkerült magok, határozókönyvek és összehasonlító maggyűjtemény alapján kerültek meghatározásra, majd ökocsoportok szerint megtörtént a kiértékelésük, ezekből pedig levontuk a következtetéseket. Néhány számadat az itt található leletekről. Összesen 1429 darab maradvány került elő, az egyes mintából 470, a kettesből pedig 959 darab. Ezekben még szerepel néhány rovar maradvány és kokon, de mindösszesen 1405 darab magis termésünk van, amelyeknek a megoszlását az oszlopdiagramon, 256 darab kultúrnövény, 866 darab
gyomnövény, 283 darab természetes környezetből származó növény került elő, amely összesen 92 darab növényfajt jelent. Itt 18 kultúrnövényfajunk lett, ezeknek ugye a kördiagramon van, hogy milyen arányban oszlanak meg, a legnagyobb százalékban a gyümölcsök képviselik a magukat, és 37% gyomnövény és 37 darab gyomnövény és 37 darab természeti környezetből származó növényfaj került elő. Ezek pedig olyan számokban nagyon fontosak, hogy a környezeti rekonstrukcióban segítettek nekünk. Mi itt meg kell nézni, hogy a legmagasabb számban az átlagos literáriák kerültek 1022 darab maggal. Ez azt mutatja, hogy a legnagyobb számban ugye a kút közvetlen környezetéből és a vár udvaráról kerültek be a kútba a magok, ezek elsősorban taposást kedvelő gyomfajok. Ezen kívül még fontos megemlíteni, hogy az erdőirtás, cserjés növényfajok is magas számmal 144 darabbal képviselik magukat. Ez ugye a várnak közvetlen környezete. És ha egy kicsit kijebb megyünk, akkor az átlagos erdőszél és az árnyékos erdő növényei is nagy számban megtalálhatóak. Ami érdekesség, hogy nagyon sok vízi és vízhez kötődő életmódú növény magját, nem nagy mennyiségben, de nagy változatosságban találtuk meg. Például nádas, magassásos, mocsári és lápréc növényeket, amiket majd később is mutatok. Itt egy rövid összehasonlítása a két különböző mintának. Ami ebből érdekes, hogy ugyan a tavaszi és őszivetési gabonagyomok ugye a súlyeltérés miatt ugyan a második mintában jóval több van belőlük, de nagyjából hasonló arányban megtalálhatóak, azonban az egyes mintában gabonát nem találtam. És akkor lássuk a kettes mintának a gabonáit. Az első az abrakzab. Látható itt bal oldalon az általunk készített fénykép a maga miattukba kikerült. Van még köles, rozs és közönséges búza. A következő zöldségek, amire van nagy változatosság, de fejes káposzta, sárga dinnye, és uborka, amit mi találtunk. Gyümölcsökből kifejezetten sok faj került elő. Alma, körte, cseresznye, cigánymegy, fekete eper. Fekete eper elég nagy mennyiségben. Itt meg kell említenem, hogy az inventárium is megemlíti többször is az eperfátlói a virágos kertben állt, valószínűleg ez az epernek azonnal származik. Málna és házi szilva. A két csontig töredékünk közül az egyik szilva a beszterceli jellegű. És ezen kívül még tudunk. Rost és fűszer növények közül megtaláltuk a kendet, a kaprot, elég nagy mennyiségben, a fehér mustárnak a magját és a medvei zsázsát. Szőlő, import és gyűjtögetett növények, elsősorban a szőlőről szeretnék beszélni. A Zátron készített fotón látható, hogy a szőlőmagok elég eltérő formáiban méretűek, tehát valószínűleg több fajta szőlőt termesztettek a környéken. Szövökről találtunk import növényt, fügét, erdei szamócát, amit valószínűleg az erdőben gyűjtögettek,
és a baltrózsának a makocskáját. A gyógynövények jelentős mennyiségben képviselik magukat, több mint 50% az előkerült növényfajoknak ma is ismert gyógyhatással rendelkezik. Csak néhányat szeretnék megemlíteni. Az egyik a komló, ugye sörfűszer és nyugtató hatású gyógynövény, a nagycselen, a vadmorok és a közönséges ormánzfű. Gyomnövények közül csak néhányat szeretnék megemlíteni, amelyik szerintem lényeges. A két búzavirág, aki ugye a búza és a rostábláknak a szélén nő előszeretettel. A tyúkhúr, fehér hivató, amely egyrészt a taposásos területeknek a gyomnövénye, ezen kívül szintén a gabonának is a gyomja. Vadrepce, vadkáposzta és a reptéterok, ami gyomnövényeink, és akkor most következik a vízhez kötődő növényfajok. Az első a fehér merészítő, a rókasás, a széles levelű gyakorlásnak a makja, egy tüstéshíjjel, és az orvosi vízi torma. Itt pedig, mint említettem már, ugye írásos forrásokat is felhasználtunk. A Füzéri várban az 1620-as inventáriumot néztük meg először. Itt felsoroltam, hogy mely növények említi meg az inventárium, milyen mennyiségben, és ami fele vannak húzva, azok amiket én is megtaláltam a klubban. Tehát a köles, kenterz, a komló, vezetett a világos kertben, bió, és a gyümölcsök nagy része, a körte, szilva, alma, ők aszalt formában vannak említve az inventáriumban. Az 1644-es inventárium és látható, ugyanilyen összehasonlítva. Ugye külön a rost nem